Demko Attila, a Mátyás Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének a vezetője, előadása nagy részében a palesztin-izraeli konfliktusról, körülményeiről beszélt. Mint mondja, mindkét nép a vesztese a háborúnak. Az biztos, hogy október 7-én a Hamasz sikerrel járt. Előkészítés szempontjából rejteni tudták a műveletet. Ez egy sikeres történet. Izraelt elaltatják, mivel altatják el, a Hamasz tudatosan békésnek mutatkozik. Nem csinálunk mi semmit, kérem. A támadás előtt majdnem pont egy évvel voltam Izraelben, a Castel Robival töltöttünk el egy napot. Robi is azt mondta, hogy itt a libanoni Hezbollah, meg Irán a veszélyes. Tehát a Hamasz nem nagyon került szóba, de ugyanúgy más izraelieknél sem. Nem a Hamaszra figyeltek, a Hezbollahra és Iránra. Ebben van igazság, hiszen a Hezbollah képességei jóval nagyobbak, mint a Hamaszé, Irán meg megint egy ligával van följebb. Demko Attila hozzátette, Izrael stratégiai kudarcot szenvedett. Palesztin oldalon az áldozatok száma 32 ezer, izraeli oldalon a katonai veszteség 22 ezer, és 1000 civil vesztette életét két nap alatt. Mint mondja, Hamasz célja, hogy megállítsa az izraeli-arab békefolyamatot, és magukat tegyék a palesztin nép vezetőjének. Kérdés, hogy sikeres lehet-e az izraeli offenzíva, fel lehet-e számolni a Hamaszt? Hogy lehetne felszámolni, újra fogja termelni magát, tehát hogyha az a stratégiai cél, hogy felszámoljuk, akkor nem, de szerintem nem az a stratégiai cél, hanem az, hogy meggyengítsük a Hamaszt, és ezt el tudja érni valószínűleg Izrael. De azért vannak kérdések, hogy van-e egyéb szint? Kirobban a regionális háború? Alásodnak-e a nyugatbarát arab rendszerek? Mi Irán szerepe? Van-e harmadik szintet? Valamilyen szinten ezt kihasználja Oroszország és Kína? Demko Attila hozzátette, a legjobb forgatókönyv, hogy lokális marad a háború, a legrosszabb pedig, hogy beszáll a Hezbollah és a jemeni húszik. Azt, hogy mikor ér véget a háború, nem lehet megjósolni.